egy évi képviselői jövedelmét ajánlotta fel erre a társadalmi célú kampányra. Februárban következnek a hölgyek is, akiket megcélzünk. Természetesen nem gondoltuk azt, hogy kizárólag a férfiakra lenne szükség, de a férfiak felelősségvállalását is hangsúlyozni kell akkor, amikor családalapításról beszélünk, mert sajnos nagyon sok mozaik család vagy egyszülős család van a magyar társadalomban, és az egyszülős családoknál például a döntő többsége a nő, aki egyedül marad sokszor a gyermekével, és ez a felelősség ilyenkor rájuk hárul. Nyilván vannak kivételek, vannak olyan férfiak is, akik egyedül nevelnek gyermeket, de a döntő többsége az nő az egyszülős családoknak, ezért kezdtük a férfiak felelősségével.